Első fél év értékelése, rendhagyó aranyos napok, önkéntes tűzoltóságok támogatása, nyakon lőtték a kutyát. Jó estét kívánok! Önök a nagypontsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. március 11-én 18 óra 5 perckor. Elégedette az első félévi eredményekkel, kérdeztük Kovács Miklósnétól, a Györfi István Katolikus Általános Iskola igazgatójától. Az adott helyzethez viszonyítva az igazgatónő elégedett az eredményekkel, bár nem ilyen fél évre készültek, de a járványügyi helyzet miatt több osztály, pedagógus is volt karanténban, és egy hét rendkívüli szünet is volt. Tudjuk azt, hogy nem ilyen fél évre készültünk, de sajnos a járványügyi helyzet azt követelte tőlünk, hogy több osztályt kellett karanténba küldenünk, pedagógusok is sajnos megbetegedtek, sőt, nem titok, volt egy olyan hetünk, amikor rendkívüli szünetet kellett elrendelnem, mert olyan sok volt a hiányzó pedagógus, hogy már nem tudtuk az órákat úgy megtartani, hogy az értékes legyen a gyerekek számára. Ennek ellenére azonban a gyerekek szépen teljesítettek, hiszen amikor otthon voltak, akkor online módon kapták a leckéket, hiszen a pedagógusok mindig nagyon odafigyeltek arra, hogy a krétába a házi feladat mindig felkerüljön, illetve hogyha több gyermek volt távol az osztályból, mert bizony-bizony előfordult, hogy sok gyermek hiányzott, akkor az egész tananyag felkerült, illetve a füzetképek is felkerültek a Facebook csoportokba, a Classroomokba, éppen az a felület, amin az osztály a házi feladatot kapta. A gyerekek is nagyon becsületesen igyekeztek pótolni a hiányzásaikat, bár természetesen ez mindenkinek nagy nehézséget okozott, hiszen azt tudjuk, hogy most 10 napnál kevesebbet nem hiányzott egy gyermek, hiszen hogyha az orvoshoz került, akkor 10 napot kellett otthon töltenie. A félévi átlag alsóban és felsőben is 4 feletti volt, és mindenki lehetőséget kapott a javításra. Sikeresen zártuk a fél évünket, szép fél évi eredményről számolhatok be. Az alsó tagozatnak a fél évi átlag eredménye az 4,4, a felső tagozatnak az átlag eredménye az 4,1. Büszke vagyok a gyerekekre, büszke vagyok a kollégáimra is, akik ebben a rendkívüli helyzetben is kihozták a gyerekekből a legjobbat, hiszen mindig mindenki lehetőséget kapott arra, hogy felzárkózzon és javítson. A nyolcadikosok elsősorban továbbtanulásra a helyi középiskolákat célozták meg, a tehetséges diákok szolnoki és debreceni középiskolát választottak. Minden nyolcadikos tanulónk készül tovább tanulni, hiszen ez én úgy gondolom, hogy a mi iskolánkban a legtermészetesebb. A helyi középiskolákat célozzák meg elsősorban, de természetesen vannak kiemelkedő teljesítményű tanulóink is, akik központi felvételre is felkészültek, megírták. Ők szolnoki, illetve debreceni iskolákba szeretnének tovább tanulni. A leendő elsősökkel a Fecske hívogató Facebook csoportban tartják a gyerekekkel és szüleikkel a kapcsolatot a pedagógusok. Valóban nagyon szerettünk volna velük találkozni már szeptembertől kezdve, de a járványügyi helyzet úgy hozta, hogy jobbnak láttuk azt, hogyha felköltözünk az internetre, és ott alakítottunk egy Fecske hívogató Facebook csoportot, ahová a leendő elsős kollégáim, illetve a munkaközösség vezető egy kis tímet alkotva havonta adtak fel feladatokat a gyerekeknek, nem csak a gyerekeknek, hanem a szülőknek is, illetve úgy is mondhatom, hogy ezeket a feladatokat azért ezek a kisgyermekek a szülők segítségével tudják megoldani, hiszen az volt a kérésünk, hogyha elkészül valamilyen munka, vagy megtanulnak valamilyen mondókát, verset, akkor azt legyenek kedvesek a szülők fölvenni, és küldjék vissza nekünk. Nem volt ezzel probléma, mi jobban tartottunk tőle, hogy esetleg túl sok feladatot adunk a szülőknek, de nagyon szívesen megoldották, és nagyon szívesen küldték vissza a feladatokat, az elkészült munkákat, illetve nagyon-nagyon sok kis mondókát, verset hallhattunk a gyerekektől. Most az utolsó projektünk ez a farsang volt, itt farsangi mondókákat, illetve jelmezbe öltöztek be a gyerekek, szebbnél szebb jelmezek készültek, és ezeket küldték el a szülők a számunkra.
nagyon szeretnénk, hogyha találkozhatnánk ezekkel a gyerekekkel. Egyelőre még nincs rá lehetőségünk, de a tanítónénik mindenkit egyenként, aki ebben a csoportban megjelenik, beregisztrál, illetve küld vissza feladatokat, személyenként értékelik, próbáljuk őket biztatni, hogy minél bátrabban merjenek ezekkel a feladatokkal foglalkozni, és hát természetesen áprilisban a beiratkozáskor pedig nagy szeretettel várjuk őket, a tanítónénik pedig már készen állnak az ő fogadásukra. A tanulmányi versenyek online módon zajlanak, itt is sok sikert értek el a győrfisek az elmúlt időszakban, és a napokban is több döntő zajlik. A megyei fordulók most zajlanak, ezen a héten került sor a országos történelemverseny megyei fordulójára, ahol két tanulónk írta meg a feladatot. Ezt is itt helyben fél órával előtte kaptuk meg a feladatot, illetve aznap még vissza is kellett küldeni a szervező bizottság részére. Aztán most a pénteki napon kerül sor ugyancsak online módon a Küri Matematika verseny területi döntőjére, ahová hál' Istennek szép számmal jutottak be tanulóink. Ugyanakkor az tegnapi napon zajlott a Kazinci Szép Magyar Beszédnek a felvétele, mert ebben az évben azt is online módon rendezik meg, és az iskolának az a feladata, hogy fölvegye ezeket és online módon továbbítsa a szervezőbizottság felé. Az idei évben a vírus járvány miatt rendhagyó módon rendezte meg a karcagi Arany János Általános Iskola az Aranyos Napokat. A részletekről Szentesini Nánási Tünde intézményvezetőt kérdeztük. A járványhelyzet miatt most csak az iskola diákjai vettek részt kedden a névadóról szóló megemlékezésen, és nyitották meg a hetet. Az ünnepség az iskola oldalán látható. Ebben az évben rendhagyó módon kerül sor ezekre a napokra, hiszen a járványügyi helyzet miatt meg kellett változtatnunk az eddig bevált programjainknak a sorrendjét is, illetve a lebonyolítását. Március 2-án emlékeztünk 204. évfordulójára Arany Jánosnak. Ezen alkalomból nyitottuk meg ezt a hetet a tanulókkal. Itt az aulában egy bensőséges megnyitó ünnepséget bonyolítottunk le, amelyről készült egy rövid PPT is, amit iskolánk honlapján és Facebook oldalán lehet követni, megtekinteni. Most online formában hirdették meg Arany Családi Kör című alkotásából a rajzversenyt a város iskolásainak épp úgy, mint az irodalmi versenyt is, amely Arany munkásságához kapcsolódott, és iskolánként kértek labbukat is. Minden napra terveztünk valamit, ami Arany János nevéhez fűződik, így már évek óta hagyomány a városi rajzverseny. Arany János műveit kell vizuálisan megjeleníteni. Ebben az évben a családi kört költeményét választottuk témának, és kibővítettük a lehetőséget a 3.-4. osztály számára is, úgyhogy 3.-tól 8. osztályig várjuk a pályaműveket a holnapi nap folyamán, borítékos formában, hiszen korábban itt helyben készítették el a rajzokat a gyerekek, a városi gyerekek. A másik jelentős programunk a városi irodalmi verseny, amelyre minden évben több csapat a városból, városnak több intézménye, több csapattal is jelentkezett. Sajnos ebben az évben ezt sem tudtuk így megrendezni. Viszont az online tér segítségével föltettünk egy Arany János életéről, munkásságáról, költeményeiről egy nagyon érdekes és nagyon hasznos irodalmi kérdőívet, amelyet szintén kiküldtünk az intézményeknek, és ezekre kattintva ezeket meg lehet oldani. Ezen kívül kértünk még ebben az évben minden pályázó iskolától egy labbukot Arany Jánosról. A labbuk a mi iskolánkban már hagyományos kifejező eszköze annak, ha valamit szeretnénk megjeleníteni sokoldalúan. A műveket az iskola honlapján mutatják be. Ezekből a rajzokból és labbukból kiállítást tervezünk itt az iskola aulájában, amelyet szintén online formában föl fogunk tenni a közösségi terekre, illetve iskolánk honlapjára. A Toldira emlékezve erőpróbát tartottak a felsősöknek, a hetet játékos akadályverseny zárta, ahol minden feladat aranyhoz kapcsolódott. Arany János egyik legnagyobb költeményére, a Toldira is emlékezünk,
minden évben hagyományos módon erőpróbán mérhetik össze erejüket a város fiú tanulói. Ebben az évben csak iskolánk tanulói vesznek ezen részt. Mindig nagy kihívás nekünk, amikor városi rendezvényeket valósítunk meg, szervezünk meg és valósítunk meg. Ez a gyerekeknek mindig egy nagy dopingot is ad, hiszen külső vendégek érkeznek. Sajnos ebben az évben ez elmaradt, ettől függetlenül úgy érzem, hogy a gyerekek átérzik a helyzetnek és a jelenlegi helyzetnek a súlyosságát, és igyekszünk, illetve a gyerekek is igyekeznek pótolni azokat a dolgokat, amik esetleg az elmúlt években megszokottá váltak, nagyon aktívvá váltak, mint szinte minden osztály a 3.-tól 8.-ig készítenek rajzra, a rajzversenyünkre pályázati műveket, illetve tudomásom van róla, hiszen egy-két helyre már benéztem egy-két osztályterembe, hogy készülnek a labbookok a mi intézményünk tanulói részéről is. És hát a toldi erőverseny az mindig kihívás, a fiúknak a kedvenc időtöltése, hogy összemérjék erejüket, úgyhogy ebben is aktívan igyekeznek részt venni. Talán ami miatt most kicsit szomorú vagyok, hogy ezen a héten nagyon sok hiányzónk volt, és ez meglátszik a mai versenyen is valószínűleg, tehát több fiút hiányolunk az iskolából, otthon maradtak betegség miatt. Aktívak, lelkesek, és nagyon szeretem ilyenkor is őket, mert érzem azt, hogy az iskolánk névadója, a szellemisége ilyenkor összekovácsol bennünket, és együtt emlékezünk erre a nagyszerű költőre. A központi költségvetésben az idén is 700 millió forint áll rendelkezésre az önkéntes tűzoltó egyesületek és az önkéntes mentőszervezetek támogatására. Ebből az összegből 600 millió forint az önkéntes tűzoltó egyesületek, 100 millió pedig a mentőszervezetek fejlesztésére fordítható. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Magyar Tűzoltó Szövetség közreműködésével közösen pályázatot írt ki. A hivatásos tűzoltósággal együttműködési megállapodással rendelkező tűzoltóegyesületeknek március 29-éig kell eljuttatniuk pályázati anyagukat az illetékes tűzoltóparancsnokságra. A pályázati lehetőség évről évre biztosítja az egyesületek kiszámítható fejlődését, jelentős szerepet játszik abban, hogy folyamatosan erősödni tud az együttműködés a hivatásos és az önkéntes szervezetek között. A tűzoltó egyesületek 2020-ban csaknem 800.400 eseménynél támogatták a katasztrófavédelmi szervek munkáját. Pályázni hagyományosan tűzoltási, műszaki mentési, ifjúságnevelési és hagyományőrzési tevékenységhez kapcsolódó működési és felhalmozási költségek finanszírozására, műszaki, technikai és informatika fejlesztésre, valamint az önkéntesek oktatásának támogatására lehet. Támogatás nyerhető a többi között alkalmassági vizsgálatok költségeire, szertár építésre és felújításra, EDR rádiókra, védő és technikai eszközökre épp úgy, mint tűzoltó technikai kezelői vizsgára, vagy ifjúságneveléshez kapcsolódó kiadásokra. Az idei pályázaton is kérhető támogatás olyan tűzoltó, védő és technikai eszközökre, szívó és nyomó oldali szakfelszerelésekre, kéziszerszámokra és egyéb felszerelésekre, amelyek egyébként nem szerepelnek a központi beszerzési körben, emellett továbbra is pályázhatnak az egyesületek utánfutó beszerzésre. Új elemként megjelent a gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás javítás kategóriája, amely kiváltja a korábbi működési támogatás kategóriában szereplő alkatrész és javításpontot. Egyben tekintettel van az együttműködési megállapodásban szereplő gépjárművek és a meglévő tűzoltó technikai eszközök felújításának, javításának, alkatrészsel való ellátásának fontosságára. A működési költségek között újdonság a riasztás támogató program díja, amely lehetővé teszi, hogy az egyesületek a helyi riasztási eljárásokra alkalmazott SMS-szervelek, mobil applikációk költségeire pályázzanak. A pályázat kiegészült a tűzoltási és műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó egészségügyi felszerelések, például hordágy vagy nyakmerevítő, valamint a tűzoltó sportversenyzéshez kapcsolódó eszközök, anyagok és felszerelések beszerzése költsége alkategóriákkal, emellett a szertárépítés felújítás kategória tételei között már lehet igényelni alternatív, megújuló energiára épülő megoldások kivitelezését is.
pályázni lehet természetbeni BMU KFL-tal beszerzett tűzoltóvédő és technikai eszköz, EDR rádiók és pénzbeli, működési költség, egyéb eszközbeszerzés, gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítása, javítása, szertárépítés felújítása támogatására. Egy egyesület csak egy pályázatot nyújthat be, az elnyerhető összeg kategóriánként eltérő, a legtöbb pénzt a legmagasabb kategóriába tartozó egyesületek kaphatják. A pályázati dokumentációkat az önkéntes tűzoltó egyesületeknek 2021. március 29-éig kell eljuttatniuk ahhoz a hivatásos tűzoltó parancsnoksághoz, amellyel az egyesületnek együttműködési megállapodása van. A beérkezett pályázatok elbírálása a pénzbeli támogatás tekintetében legkésőbb 2021. május 31-éig megtörténik. A megalapozott gyanú szerint a férfi egy 2 hónapos kutyát lőtt nyakon Tiszapüspökiben. Egy kutya tulajdonos tett bejelentést a rendőrségre 2021. március 2-án, mert elmondása szerint néhány perccel korábban egy helyi lakos Tiszapüspöki belterületén a 2 hónapos foxi kutyáját légfegyverrel nyakon lőtte. Igen, kedvenc kutyusuk, meg megviselte Melisszát is, őt a legkisebbet, meg ugye van nagyobb, 12 éves őt is. Nagyon, még 19 éves gyerekem is sírt a kutyáért, ő meg fiú. Annyi volt, gondolom, hogy csak a kutyát le akarta, vagy én nem tudom, hogy mit ártott neki a kutya, semmit, mert utcán sincs kint a kicsi kutya, 2 hete, hogy hozta párom, hát nem tudom. A rendőrök azonnal a helyszínre siettek, ahol megállapították, hogy a kutya a nyakán lőtt sérülés szenvedett. A bántalmazott fűben vonyító ebet az állatorvos ellátta. Vérzett, de aztán kijöttek az állatorvosok, leinjekciózták, úgyhogy helyre jött. Másnap reggelre, hajnalban még beteg volt, de reggelre hál' Istennek jobban lett. Az egyenruhások elfogták és előállították a törökszentmiklósi rendőrkapitányságra a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 68 éves férfit, akit gyanúsítottként hallgattak ki. A nyomozók a fegyvert vagy annak utánzatát lefoglalták. Kollégáim, a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 68 éves férfit elfogták és előállították a törökszentmiklósi rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták. A meglőtt állatot az állatorvos a helyszínen ellátta. A törökszentmiklósi rendőrkapitányság állatkínzás vétség elkövetése miatt folytat eljárást. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!